egy olyan téma, amit sajnos még félváról veszünk, de egyre gyakoribbak, akár felnőttek, akár gyerekek esetében. Nagyon szépen köszönöm, hogy írtál, és megbízol bennem. Szia, Vecsei Hál Miklós vagyok. Köszönöm, hogy megírtad nekem a levelet, megírtad nekem a bajaidat, a félelmeidet. Szia, Dukai Regina vagyok. Nagyon szépen köszönöm a bizalmat, és azt, hogy hozzám fordultál. Szia, köszönjük szépen, hogy megbíztál bennünk, és hogy elküldted nekünk a leveledet. Próbálunk a leghasznosabb személyes tanácsainkkal segíteni neked. Remélem, hogy ezzel a kis üzenettel tudunk neked segíteni. Hamarosan választ adok neked, és remélem, hogy segíteni is tudok majd. Megpróbálok őszintén segíteni, és veled lenni ebben a nehéz időszakban. Talán ha egy tanácsot adhatok mindenkinek, az az, hogy mindig keressünk olyat, aki tud segíteni. Keres egy felnőttet, akiben megbízol, például a szüleidet, az osztályfőnöködet, vagy idősebb testvért, vagy barátot. És hogyha szeretnél bármilyen szakemberrel beszélni a problémáidról, akkor nyugodtan hívd fel a 116-111-et, ami a kék vonal telefonszáma, és ott nagyon kedves emberek várnak téged a problémáiddal. Amiben tudnak segítenek, úgyhogy én szerintem az is jó esetleg őket felhívni. És esetleg közösen tudtok ezekben a dolgokra megoldást találni. Mindenképpen igyekeztem a saját tapasztalataimra és a saját belátásom szerint adni tanácsokat, amennyire csak lehetett. Ölellek, és minden jót, és szia! Szóval további sok sikert kívánok neked! Igen.